Egy amerikai humorista William Claude Jukenfield azzal poénkodott a 30-as években, hogy a háborúkat stadionokban kellene megrendezni, ahol csak a hadvezérek állnak ki és lószarral dobálják egymást. Hát, a 30-as évek amerikai vicce a 20-as évek magyar valósága lett, a véleményvezérek szardobálással rendezik a vitákat, a kultúra fradi huligánjainak és újpest ultráinak aluljárós verekedése az úgynevezett közkurva anyázódás tematizálta a múlt hetet is. Nagy Ervin a közismert színész, aki a filmvászton a színpadon és ellenzéki megmondó emberként is keménylegényt alakít, látva a pedagógus és diák tüntetések kapcsán tanúsított teljes társadalmi közönyt, azt mondta, hogy Párizsban már égne az egész város. Ervin Ervin ez veszélyes, egy jogállamban Budaházi Edda Pináján kívül ne lángoljon semmi, és már repült is a várról indítható, elhárító szargránát, amelyet nem más lőtt ki, mint Orbán Viktor eminens parvenű gárdistája, Rákai Kálmán. Akinek a Kálmán nem volt eléggé magyaros név, nem volt alkalmas arra, hogy megélje vele a nemzethez tartozását, ezért Filipre kellett magyarosítania. Szóval a legjobban fésültebb, legjobban stylingolt, fideszes bullshit generátor, konzervatív eleganciával, páros lábbal, hátulról csúszott bele Nagy Ervinbe. Miután Kálmán analizált a Nagy Ervint és mondani valóját, rájött, hogy a színésznek az a baja, hogy ez itt, nem Afganisztán. Majd így folytatta, ez itt Magyarország. Gondolkodó emberekkel, akik egyáltalán nem vevők a ti szánalomra méltó, szent ügyeitekre, amelyek se nem szentek, de még valódi, öztársadalmi értelemben vett ügyeknek sem tekinthetők. Ember! A tanárok melletti szolidaritási tüntetésről beszélsz. Tanárokról, diákokról és civilekről, akik az oktatási rendszer penetráns állapota miatt demonstrálnak. Mondjuk kétségtelen, hogy Kálmánt az ügy személyesen nem érinti. Nagy Ervinhez intézett levelében leírja, hogy a gyerekeit nácizva, fasisztázva abuzálták a suliban, ezért kivette őket onnan és mentek a nemzetközi iskolába, ahol már nem bántják őket. Hm. Na hát, na hát. Milyen elfogadó hely lehet ez a nemzetköz. Olyan bágyat és erőtlen már a ner, kisebbségben vannak a saját hazájukban, hogy a kis köcsög lipsi fatjuk oligarha csemetéket kínoznak. Ja. A dupla aranymerc és milliárdos egyenesen a borsodi szegregátumok viszonyai közé hazudja a gyerekeit, nem, minthogyha nem indulnál el minden reggel ezer és ezer magasrangú rangú a védett villából a védett iskolába, ahol úgy vigyáznak rájuk, mint Pablo Escobarra fénykorában a testőreid át? Se baj. egy -e, kétféle tanulságot is levonhatott volna Rákai. Vagy az oktatással van baj. Vagy nem kéne fasiztának lenni. Kálmán viszont csak annyit tanult az esetből, hogy mindenki rossz, ő viszont ő neki meg Orbán Viktornak semmi köze ahhoz, hogy abuzálják a gyerekeit. Kálmánék ugye rongyosra abuzálhatnak bárkit az országban, de őket ne abuzálja senki. A család az család. Azt is megüzente Kálmán Ervinnek, hogy amikor a párizsi városfelgyújtásról ábrándozol, csak halkan jegyzem meg, hogy az ottani rohamrendőrök nem gáspréfröccsöt fújkálnak ám a levegőbe, hanem rommá verik az illegálisan tünti kézőket. Gáspré fröccsöt fújkálnak a levegőbe? Hát ezek szerint a Fideszbe is eljutott a könygázas sztori, de úgy, hogy a levegőbe fújkáltak a rendőrök. Érdekes. Szemkilövető gyurcsánynál még tudták, hogy hogy hívják ezt a páros szervet itt az arcon? A könygázas pintérnél már nem. Levegőbe. Na, hát ez volt az a pont, amikor Nagy Ervinnek nyelnie kellett volna letörölnie magáról a szart és továbbállnia, ő azonban továbbolvasott. Kálmán a fejéhez vágta, hogy az aranybulla dokusorozat legrosszabb pillanatai is több értéket hordoznak, mint például a Zambó Jimmy életéről készült fércmű, amelynek a címszerepét boldogan játszottad el. Második András vagy Zámbó neked nyilván egyre megy király-király. Äh, kálmán. Én azért ezzel futnék még egy kört a helyedben, akinek a miniszterelnök úra szerint grófú a király. Hm, az jobb, hogyha inkább kussol Második András és Zámbó királysága kapcsán. Kálmán jellegzetes tulajdonsága, hogy szeret nagyot mondani. Eddigi legemlékezetesebb alkotásai a 2 millió ember és a 6 milliárdos film, sikeres életmű, az egyik hazugság volt, a másik egyelőre el sem készült. Persze Kálmán meg van győződve arról, hogy aki őt támadja, az csak is azért teszi, mert egy dekadens ízlésvilágú, degenerált, mocsokzabáló, liberális, aki gyűlöl mindent, ami magyar és ami keresztény és persze leginkább azért, mert a NER kétharmadának 13. évében is példamutató bátorsággal meri megvallani, hogy ő bizony fideszes. De nem, nem ez a baj, Jankovics Marcel sem rejtette soha véka alá, hogy a jobb oldal elkötelezettje is számtalanszor hitette Torbán mellett is. Ettől teljesen függetlenül egy brilliáns rendező, akinek a munkái, a fehér lófia, a magyar népmesék és az ember tragédiája csodálatos alkotások. Vagy vegyük vigyánszkit. Vigyánszki Attila is csontfideszes, és nyilván ennek köszönheti, hogy kuratóriumi elnök lehet a szétvert színház és filmművészeti egyetemen, hogyha baloldali kormány lenne, soha nem nevezték volna ki. Ellenben akkor is komoly nemzetközi karriert futott volna be színházi rendezőként. Demjén Ferenc, Szikora Róbert, Szörényi Levente, Makovec Imre, hát egy ellenzéki szemében is elismerésre érdemes művészek, pedig Orbán Viktor hívei voltak, illetve ma is azok mindannyian hozzányúltak a magyar kultúrához, akár csak Kálmán, hát azzal az aprócska különbséggel, hogy az ő tevékenységüktől több lett a magyar kultúra. Ha hozzátettek valamit. Nem csak a közpénz szivattyúzták el. Figyelj, hogy mit ír Kálmán a ballipsi kultúrpolitikáról, figyelj! Örök hitbizományba kapták a színház és a film világát, annak kizárólagos letéteményeseiként bármit megtehetnek. Nem is engedtek be szinte senkit ebbe a körbe, saját elfbarátaikon kívül. Az állami pénzből elkészült filmek jelentős része pedig minősíthetetlen, lila, öncélú baromság volt, minimális nézőszámot produkálva, ráadásul semmiféle össztársadalmi célt, értéket nem képviselve, miközben igyekeztek sárbarángatni mindazt, amit mi, sok millióan a magyarságról gondolunk nagyon pontos. Már csak az a kérdés, hogy hogy a faszba nem veszi észre, hogy ugyanezt csinálják ők is? Szóról szóra igaz rájuk ez a definíció, hogy ha felismerné, akkor nem írta volna le. Na, ezt a harctéri vakságot okozza az, hogyha valaki évtizedeken át egy lövészárokból szemléli a világot. Kálmán egy olyan térben próbálja magát nagy emberként pozícionálni, ahol a teljesítménye nulla, Ja, vagyis bocsánat, bocsánat, igazságtalan vagyok, hiszen Kálmán egy sikeres producer, mint Andy Vajna, aki szintén producer volt. A szintén alatt azt értem, hogy Kálmánnak ezt írták a neve mellé az aranybullánál, és állítólag ezt írják majd a neve mellé a Petőfi film stáblistáján is. Persze csak ha egyszer majd elkészül. Mert jelenleg annyit tudni róla, hogy a 4,5 milliárd forintos költségvetés 6 milliárdra hízott, valamint, hogy egy éves csúszásban van a bemutató. Hát mi lett volna, hogyha Andy Vajna közli a filmstúdióval, hogy a Terminátor költségvetését egy harmaddal alul tervezte, bocsikaja, és egy évet csúszik a bemutató. Hát az lett volna, hogy Andy Vajna megbukik, és soha nem lesz filmes atya úristen Magyarországon. Kálmánnál viszont simán belefér, hogy annyival téveszti el a kultúrában a saját szerepét, amennyire túlbecsülte a tömeget a Kossuth téren, ugyanúgy felszorozza a látvány tízzel, amikor a tükörbe néz, mint amikor a Kossuth térre nézett, és hát ugyanez lehet a helyzet a filmjei költségvetésével is. Apropó milliárdok, Kálmán az aranybulla egymilliárdos költségvetéséről ezt találta mondani, Ugyanaz 1 milliárd forint nagyon sok pénz egy átlagos háztartásnak, de egy kosztümös filmnél ez semmi. Sok. Kétségtelen Kálmán sok. Azért olyan 250-300 millióból már ki lehet hozni egy évet, nem? Jó, hát szükösen, szükösen, de ki lehet. Esetleg a sérült versenylovak majd kevesebbet járnak lóvelnezbe szögre kell akasztani a gucci cipőt is. Hm. Hát az a jó ezekben a neres arcokban, hogy olyan szerves kapcsolatot tartanak fenn a valósággal. Tudjátok ki ő? Ő Budai Flóra Anna, akinek a filmje Kámban díjat nyert, francia filmként, ugyanis akik Kálmánnak milliárdokat adtak, azok háromszor utasították vissza Budai Flóra filmtervének a támogatását itthon. Persze ez a kis hibája, Hát csinált volna kosztümös filmet emeséről, díjat ugyan nem kapott volna, viszont lenne jachtja. Lúzer. Azt megfigyelted, hogy Rákai Kálmán már akkor neresnek öltözött, és akkor neresként viselkedett, amikor még ez a szó nem is létezett. Hogyha valaki 2002-ben tudni akarta volna, hogy hogy fest majd 2023 Magyarországa, és kimegy két millió egyediknek a Kossuth térre, és végignéz Kálmánon, látta volna a jövőt. Ezt a jól fésült közhely szótárat, a drága öltönyökbe öltözött szorongó semmit, akinek minden erkölcse kimerül abban, hogy néha odapillant a főnökére, hogy ugye jól csinálom, ugye leszel helyettem is okos, erős, szóval minden olyasmi, ami nekem nem sikerült. Hofi az ilyen kálmánfélékre mondta, hogy már akkor egy senki volt, amikor még volt valaki. Na de miért nincs semmi értelme egy kálmánféle propagandistával vitatkozni. Ugye egyrészt azért, mert amikor vitába keveredsz vele, igazából nem is az ő szemébe nézel, hanem a hatalom üres tekintetébe bámulsz bele. Amikor megkérdezte tőle egy újságíró, hogy van-e esetleg olyan kritika vele szemben, amit megfontolásra érdemesnek tart, azt mondta, nincsen. Ráadásul Kálmán Putyinnal ellentétben nem fél ledobni az atomot, Azonnal összes Siling is és Sáros a tanárok melletti kiállást, mert hogy Rákai ugyan producernek béna, de propagandistának kiváló. Ha mégis mindenképpen oda vágysz, írja Nagy Ervinnek, nem tartóztatunk. Siling és Sárosdi nevű kollégáid is gigantikus karriert futottak be arra arrafelé, árufeltöltők egy helyi kisboltban. Sok szerencsét! Hát aki a művészvilágból kiáll egy ügy mellett, azonnal lesilingárpádozzák, olyan a Siling Sárosdi házaspár kultúrának, mint a Gyurcsány Dobrev házaspár politikának, a nemzeti szégyen megtestesítői. Bevallom, én Silingtől vártam a választ, amint azt üvölti a magyar demokrácia védelmében egy szál az egyfeltorony tetejéről, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, de sajnos helyette a felesége, Sárosdi Lilla érkezett szörnyel a a rémként francia trikolorban. És mennyi ló, akik futnak jobbról balra, azután pedig balról jobbra, és mindenhol nyilasok. Nyilasok, a nyilasok nyilaznak, a lovasok lovaznak, és mindezt. Tisztában, a lemenő nap fényében ahogy szétárad ez a végtelen testosteron imádom sheri imádom bennem durvább identitásválságot okozott sárosdi videója mint nem váltogyik ember a csiga biga csoportban ugye nem leszek fideses attól ha nekem ez az eszelős pojácságkodás nem tetszik én speciál rosszul vagyok a Sáros Sárosdi pár közéleti és külön haragszom kálmánra, hogy megint sikerült okot adni arra, hogy sárosdi lilla megszólaljon. Mégis elnézőbb vagyok velük, mint Kálmánnal egyrészt, mert külföldön közpénz nélkül új életet tudtak kezdeni, másrészt, autonóm alkotók, harmadrészt. Hát én is ismerem azt az érzést, amikor az ember nem bír elfordulni a közélettől, de megnyerni sem tudja, és a sorozatos kudarcoktól frusztrálódik, és frusztrálódik, és frusztrálódik, és dékásodik, aztán azon kapja magát, hogy már Rákosihoz hasonlítja Orbánt. De leginkább azért nem érdemes leállni a Kálmán félékkel vitázni, mert mindig kisiklatják a vitát. Most is Kálmán nyert. Ki beszél már a pedagógusok méltatlanul alacsony fizetéséről, a tanárhiányról, az oktatás állapotáról, a gyerekeink jövőjéről, amikor azon lehet szörnyűködni, hogy hát sáros dilillának rúzsos a foga. Kálmánnak sikerült totálisan újra tematizálnia az ügyet, az ellenzéket megint beprovokálta egy Zsák utcába, ahol nincs igazság, csak köpködés van. Aztán Ervin is képes volt összehordani akkora fasságokat a vita hevében, például ilyeneket, hogy Kálmán újra nyitná nekünk recsket, vagy elküldeni az ellenzéket Szibériába. Recsket? K Szibériába nem -e? Hát alacsonyan szállnak a recskezések, a szardobálás olyan műfaj, ahol a nyertes is nagyon büdös lesz a végén. Újra nyitnák recsket és Szibériát. Mi értelme olyat mantrázni, amiben maga a megnyilatkozó sem hisz? Hm? Talán a hazugság majd igazságá válik, és megnyeri Nagy Ervinnek a kultúrharcot. Nincs itt semmiféle Szibéria, és nem is fognak elküldeni oda senkit. És tudod miért? Amiért az utcák sem lángolnak. Egy megalkuvó társadalmat nem kell serecskre, se Szibériába internálni, mert a saját országába van bezárva, ahol ő maga a fegyőr, és ő maga a fegyenc.